Néhány hétig még minden bizonyal üres padsorok és egy kamera előtt hirdet igét Ceglédi Péter Pál a Dunajvárosi templomban, hiszen a helyi református gyülekezet úgy döntött, hívek előtt nem, csupán online formában tarthatnak istentiszteletet a lelkipásztorok. Én azt gondolom, hogy a döntés valóban felelősségteljes volt. A magyar református egyház kérte a gyülekezeteket, akik az egyház kebelében vannak. Hogy szüneteltessék az egyházi alkalmaikat. Ezt egyébként minden egyházközség a saját hatáskörében maga döntheti el, de az egyházközségeknek a túlnyomó részein azt gondolom, és a Dunaújvárosi egyházközség is átállt az online szolgálatra. Ceglédi Péter Pál hangsúlyozta, bár néhányan nem rendelkeznek internet hozzáféréssel, a hívek jelentős része mégis követni tudja az Isten tiszteleteket a videó megosztó portálon. Az idősebb korosztályon azt gondolom, hogy manapság egész jól megszólítható az internet segítségével. Tehát nekünk is számtalan 80 év feletti gyülekezeti tagunk van, akik rendszeres nézői a reggeli áhítatnak a Youtube-on, Facebookon, kommentelnek, írják az áldásbékességet, hogyha nem hallják azt. Tehát az a lényeg, hogy, hogy hetők megszólíthatók, jelen vannak az idősöknek egy tört része az, aki nem, nem, nem internetezik. Hangsúlyozta, igyekeznek rugalmasan kezelni a helyzetet, ám ideje korán alkalmazkodtak a modern kor elvárásaihoz, így nem érte felkészületlenül ez a különleges helyzet felekezetüket. Kiemelte, a bibliaórákra, az ehhez kapcsolódó beszélgetésekre is találtak megoldást egy alkalmazással.